az a véleményem, hogy az igazán konstruált és politikai perek jóval korábban kezdődtek, Szovjetunióban, az ősgeszta, onnan ered az egész, és Kelet-Európában is, és ezek a perek nagyon korábban kezdődtek, és hiába mindegyikre azt mondják, hogy koncepciós per. Ez megint csak nem egészen pontos. Van olyan, mi az, hogy koncepciós per? Tényleg, vannak koncepciós perek. Egy előzetes koncepció alapján készültek, én vagyok az ország nagy, vagy én vagyok az ország nagynak a beosztottja, aki ezekkel a perekkel foglalkozok, és én eldöntöm egy koncepció alapján, előre legyártom ennek a pernek a forgatókönyvét, ki legyen a vádlott, ki legyen az áldozat, hogyan kell őt a túlvilágra kisöpörni e világból. De van még egy kifejezés, és ez nem mindig egyezik, a koncepciós per néha zárt. A legnagyobb titokban voltak ezek a koncepciós perek. A Szovjetunióban például volt egy koncepciós per, az úgynevezett leningrádi ügy. Az egész leningrádi pártszervezetet, 12 ezer embert Sztálinnak sikerült letarulni, no nem mindegyiküket kivégezni, nem csak leningrádi pártszervezetet, 1949-1950. E per nyomán a Szovjetunióban visszaállítják a halálbüntetést, amely halálbüntetést 47-ben hát eltörölték látványosan, békeharc, a külvilágnak meg kell mutatni, hogy a Szovjetunió a leghumánusabb ország. És a leningrádi per miatt visszaállítják a halálbüntetést, mert ahogy Béria, a szovjet politikai rendőrség feje, egyik helyettesének, Goglidzének panaszkodott, hogy ezzel csak baj van, hogy a halálbüntetést eltörölték, nekünk köztörvényes bűnözőkkel, vagy őrökkel, vagy erre külön kiképezett hohírokkal, valakit meg kell folytani a cellából, mennyire más volt a helyzet, amikor volt halálbüntetés, és akkor így is, akár kollektíve, akár egyenként meg lehet szabadulni az emberektől. Most ez a leningrádi ügy, ahol a leningrádi pártvezetés, állami vezetés, sőt belügyi vezetés is hohér kézre került, vagy pellengére került, meg minden olyan leningrádi pártmunkás, majdnem, aki korábban Leningrádban, névaparti városban dolgozott, de tegyük fel a Krimfél-szigeti pártszervezet vezetője, de tegyük fel Észtországban a legnagyobb gyárnak az igazgatója, de korábban ő észt volt, de Leningrádban élt. Ezeket mind összehordták, mert a paranoiás beteg Sztálin bennük látott ellenségeket. És ezt a társaságot majdnem csinált egy hasonló moszkvai pert, de vagy nem bírt a szusszal, vagy pedig a társai azért ilyen is volt, lebeszélték őt, hogyha már Leningrádot kiirtotta teljesen, hát Moszkvába, a fővárosba végképp nem lehet tabula rázát, rengeteg külföldi követség van, rá fognak jönni erre az emberek, ez elterjedt. Na most ez a leningrádi per, ez egy koncepciós per volt, de titkos per volt. Nem volt látvány per. És azon kívül annak voltak ilyen mellék leágazásai, Karél-finn szovjet-szocialista köztársaságban kinyírták az egész ottani pártvezetést. Egy ember kivételével. Egyébként őt úgy hívták, az helyi komszomol szervezet vezetője volt, aztán pártmunkás lett, úgy hívták, hogy egy bizonyos Júri Vladimirovics Andropov. Ez az Andropov volt a fő feljelentő, és ő megúszta. És nem csak megúszta, hanem Molotov kiemelte őt, és a külügybe tette, és ő került Magyarországra 54-be, első beosztottnak, aztán nagykövet lett, és ez a bizonyos Andropov, hát sajnos nagyon negatív szerepet volt 1956-ban. Én nem mondom, hogy rajta múlt, ez eldöntetett előre, hogy nem lehet félre menni, hanem így egyenesen kell menni, társaságban, stb. Magyarország külön válni kezdett. Itt egy nagyon komoly társadalmi és nemzeti és szociális és ellenzéki mozgalom egyszerre csak megindult, de Andropovnak nagyon nagy szerepe volt. Olyan nagy szerepe volt, hogy Magyarországon ilyen keményen mentek a dolgok, hogy volt egy rövid idő, amikor Andropov azon törte a fejét, hogy Kádár Jánost hogy lehetne háttérbe szorítani és leváltani. Ez egy legenda, amit itt Kádár produkált. Andropov halála után jobbra-balra nyilatkozott, hogy ők milyen személyes jó barátok voltak. Andropovnak azt mondja, hogy Kádár nem elég keménykező. Képzeljék el, Kádár János, aki egy vérfürdőt rendezett itt, nem elég keménykező. És Hruscsov, aki úgy gyanakodott Andropovra, hogy ő nem elég jó helyen van
beágyazva. Magyarországon elküldte 1957 februárjában Kádár Jánoshoz az itt Magyarországon dolgozó Bercsenko tábornokot, aki fő KGB tanácsadó volt. És azt mondja, beszéljen őszintén Kádárral. És azt megkérdezte, Kádár elvtárs, Andropov jó lesz itt nagykövetnek, vagy hozzunk mást? Kádár először tartott egy egész dicsimuszt, így beszélt, ravasz ember volt, olyan volt egy róka, olyan volt, miért kígyó. Ravaszul beszélt Andropov, hogy ilyen jó, olyan jó. Azt mondja, de az elvtársaknak, nálunk, nem azt mondta. Bercsenko 98 éves volt, amikor így ültünk. Ő nem tudta, hogy a szemüveget hová tette le, és azt se tudta, hogy, ne, hogy mit tudom, hányadika van, de erre ezt a beszélgetést úgy lejátszotta nekem, pontosan produkálta. Van ez így, ez egy nagyon érdekes, öregedő embereknek van egy ilyen érdekes átalakulás. Nagyon szépen eljátszott, sok mindent tudott. A plusz, ami a könyv, általa lediktált könyvben nincs, ez sincs. És az egy csak részben. És azt mondta, hogy Kádár elvtárs mondta nekem, hogy hát Rákosi elvtárshoz túl közel volt ő. Talán ő másút jobb helyen lenne. Nem biztos. Én persze beleegyeznék ebbe, de hát az elvtársak nekem azt mondják, hogy hát mi tartunk tőle, mert hát nehogy ide hozza vissza Rákosit, stb. Ilyen ravaszul beadta Hruscsovnak. Hruscsov meg azért küldte a Bercsenkót, hogy ne ő maga dobja ki Magyarországról Andropovot, hanem. Na most Andropov benne volt ebbe a Karélfin perbe, volt észtországi per, volt Krimfél-szigeti per, ezek mind titkos perek voltak. De van a látványper, a kirakat per fogalma. Ilyen volt például a Rajk per, ilyen volt a Trajcsok-Osztov per, ilyen volt a Szlánszki per, és még egy jó pár kirakat per is volt, és végül a koncepciós pereknek egy alfaja, úgy hívják ezeket a pereket, hogy konstrukciós per. Látszólag nincs különbség a kettő között. De van, mert a konstrukciós per, a koncepciós per, ez egy általában egy koncepció. Egy embertelen társadalom működteti a pereket, bizonyos fokig megtisztítja magát, idézőjelben mondom, az embertelen társadalom, annak az elitje a belső ellenségétől. Százezreket ölnek meg, de peren kívül nagyon sokszor. Gyilasz 44 végén dicsekedett Molotovnak, hogy milyenek a megtorlások, és amikor 45 végén, bocsánat, járt megint a Szovjetunióba, akkor ugyanannak a Molotovnak azt mondta, hogy 200.000 embert nyírtunk ki, akkor Gyilasz Tito ellensége, aki később maga is megjárta Tito börtöneit, dicsekedett ezzel. 200.000 embert. Bulgáriában, amikor bementek a szovjet csapatok, jó lett a Szovjetunió, nem harcolt korábban Bulgáriával, pontosabban Bulgária nem harcolt a Szovjetunióval, mert furcsa módon orosz barátság, meg valahogy meg akartak kapaszkodni, de ne hadat üzennek Angliának, hadat üzennek az Egyesült Államoknak, ostobák a bolgár akkori cár és a bolgár vezetés, de nem ők üzennek hadat a Szovjetuniónak. Na mindegy, de a Vörös Hadsereg azért szépen bemegy, partizán mozgalmat erősíti, és a helyi kommunista vezetés elkezdi a kivégzéseket, az ő kezükben van a politikai rendőrség, a Szimeon fiatal gyerek, a gyerekcár, aki később a 90-es években miniszterelnök is Bulgáriában elmenekül, egy részük elmenekül, de a cár rokonai, a régens tanács, a bolgár elit jelentős része ott maradt. Ezeket mind kivégzik. Egy ember kivételével, pontosabban azokat nem végzik ki, akik publikusan nem állnak át, és nem erősítik az új rezsimet. És Rákosi Mátyás kimegy Moszkvába 45 nyarán beszámolni a magyarországi helyzetet. Én idézném akár, de hadd mondjam fejből, mert már annyiszor olvastam ezt a mondatot, biztos, hogy majdnem szó szerint mondom, azt mondja Rákosi, hogy nekem folyik a nyálam, hogy mi történik, ezt mondta, nekem folyik a nyálam. Micsoda az ember, hogy mi történik Bulgáriában. Ott az összes minisztert, az összes főnököt sikerült elkapni, a tábornokokat, és gyors pereken gyorsított eljárással. Ez is egy korabeli kifejezés, még a Szovjetunióban kezdődött Sztálin alatt, úgynevezett trojkák és dvojkák. Mi az, hogy trojka? Helyi pártitkár, helyi ügyész és a helyi politikai rendőrség vezetője, vagy a rendőrfőnök, hárman, trojka. Ezelé viszik az embereket, és úgy végzik ki. Nagyon gyorsan, gyorsított eljárás. Most ez volt ugye Bulgáriában, akkor még ezek nem politikai perek voltak, volt egy-két látványper is. Hamis perekre gondolok, az, hogy egy háborús bűnöst elkapnak és bírósági eljárással kivégzik, hát háború, meg
stb. De ezek némelyik politika, Bulgáriában abszolút akkor koncepciós per volt, és Rákos azt mondja, folyik a nyálon, mindenki sikerült, nálunk mindenki elmenekült a nyilasok közül, a jobboldaliak közül, mind híres ember elmenekült. Nyugatra egyedül ilyen egy-két államtitkát elkaptunk, ezeket hamarosan ki fogjuk végezni. Egyébként Nordacu Magyarországon nem csak az első koncepciósabb pereket, nem csak a kommunista bírák, a kommunista ügyészek, ilyen sokban nem is voltak akkor még, végezték, hanem a koalíciós kormány egy-egy pártja delegált ezekbe az úgynevezett népbíróságokba embereket. De ez egy hosszú történet, most nem erről beszélek. Rátérek gyorsan a kelet-európai koncepciós perekre és szovjet tanácsadók tevékenységére, megpróbálom komparatív módon összehasonlítani ezeket. Még egy szovjet kifejezést, ami Kelet-Európában nem honosodott meg, szeretném most megbeszélni önökkel. Mi az, hogy albumszerűen kivégezni valakit? Albumszerűen. Senki nem találja önök között ki. Eleinte ez csak a főnökökre vonatkozott, letartóztatott pártmunkásokra, miniszterekre, tanácsi szovjet, tehát tanácsi vezetőkre, tábornokokra, vagy magas katonai vezetőkre, belügyesekre, vezető értelmiségiekre. Eleinte Sztálin és mások nem győzték nézni az aktákat és aláírni, hogy kivégezni. Ezért ráadásul voltak olyan ravaszak, hogy nagyon sokszor nem úgy leveleztek, hogy kivégzés, kinyírni, stb. Ilyeneket nem írtak le, hanem a szociális védekezés első foka. És a 10 éves börtönbüntetés levelezés megvonásával, ez is később a kivégzés szinonimája volt, 10 éves börtönbüntetés levelezés megvonásával. Mert hogyha nincs odaírva, hogy levelezés megvonásával, az azt jelenti, hogy ez nem kivégzés. Akkor lehetett csomagot bevinni. Nagyon sokan, hát én csináltam oral history interjúkat, meg hát a családban is rengeteg ismerős volt, aki ezeken átesett, hát nem a kivégzéseken, azokkal nem tudtam beszélni persze, de mondjuk a rokonaikkal, feleségek, gyerekek, stb. Moszkvai börtönökbe próbáltak beadni bizonyos nevekre csomagokat. Ha elfogadják a csomagot, akkor az illető életben volt. Aztán a végén rájöttek erre Sztálin pribékjei, és azt mondják, fogadjátok csak a csomagot, ha már kivégezték az illetőt, hogy minél később terjedjen el, hogy az illető nincs élők sorában. Még mindjárt a dátumokra is rátérek. Most Sztálin azt mondta, hogy csináljunk albumokat. Ő is, Molotov, Vorosilov, Béria, mások kaptak albumokat Mikoján, és oda beragasztották az illető fotóját, mert a szovjet törvények értelmében, szovjet törvénytelenség értelmében a 30-as években két fotót kellett egy rabról készíteni, a letartóztatás napján és a kivégzés napján. Egyébként szörnyű ezeket a fotókat nagy pénzért, barátom a rendszerváltás után szegény meghalt azóta, David King, aki Retusált történelem címmel, írják föl, magyarul megvan ez az album könyvtárakban, David King, retusált, azt hiszem, hogy ön ismerte is éppen a David Kinget, Retusált történelem címmel kiadott egy ilyen könyvet, de neki rengeteg ilyen fotója van, nekem is adott, vagy 20-30-at, kiment Moszkvába, és nagyon nagy pénzért összeszedett egy pár ilyen fotót. Tehát például egy életerős színész, vagy egy egyszerű ember, egy paraszt akár, vagy mondjuk Georgi Zinovjev, a Komintern, a kommunista világpárt egyes számú vezetője, Pétervári pártszervezet egykori vezetője. Mondjuk bekerül a börtönbe, és akkor még az első napon nem látszik rajta, ha csak nem nagyon öreg vagy megvisel, nem látszik rajta, hogy ő neki már nincs sok hátra. És a kivégzés előtt, az ütlegelések után, a lelki tortúra után, a szörnyű vallatások után, mert szörnyűek voltak ezek a vallatások. Ha valaki, volt egy instrukció, hogy ha valaki magas ember, ez egyébként a finn titkos rendőrségtől, politikai rendőrségtől vették át a szovjetek, ha valaki magas ember, mondjuk 1,70 fölött, 1,80, 1,90, azt egy kicsi kutyaolba kell bezárni. Ez a kutyaol vasból legyen, de lehetőleg másfél méter ne legyen, hanem mondjuk 1 méter. És annak így össze kell görnyedni, hogy ott legyen. Nagyon sokakról megtudják az emberek, aki hallgató tisztek, hogy mi fáj neki. Nagyon sokak azért nem, de egy páron nem írják alá a legnagyobb büntetések nyomán sem ezeket a dolgokat. És akkor megtudják róla,
hogy szereti a gyerekét. És akkor nem viszik oda, nem kínozzák előtte a gyereket, nem is kell a gyereket bevinni. Valakit, mondjuk egy gyereket akár az utcán elfogják, vagy egy gyerek ott van a környéken, beviszik a másik szobába, elkezdik pofozni. A gyerek elkezd sírni, vékonyak a falak is a sírását. Azt mondják neki, hát a te Léna lányod, a te Kátya lányod ott van a másik szobában. Hány éves? 14. Ott van 5 verőlegény. Verőlegényeket egyébként Sztálin alatt úgy hívták, hogy bizonyos börtönökben nem sok helyen, hogy testmechanikusok. Ez is micsoda egy szörnyű szinoníma. Na mindegy. Akkor azt mondja, 15-en vannak. Tudod, hogy mi lesz a lányoddal? Nagyon kevés apa volt, aki nem írt dolgát. Nagyon kevés. A legkeményebb emberek megtörtek. Ezért fel vagyok háborodva, amikor fel voltam háborodva, most már én így nem, de most is járok levéltárba, de akkor még szűkös volt a levéltár, amikor én a rendszerváltás után kezdtem sztálini korszakot kutatni Moszkvában. Micsoda hülyeséget mondtak nyugati, főleg amerikai történészek. Szóval, hát biztos, hogy ezekkor ott ülök valaki mellett szünetben, mondja, van szünet, lehet ebédelni, stb. Leülünk. Biztos, hogy a koncepciós perek vádlottjai azért csak, mit tudom, milyen hazugságokat mondtok saját magukkal kapcsolatban. Mondom, biztos. Verték, kényszerítették őket. No, de hát a cári időkben is kínozták őket a börtönbe, pofozták, verték, kimentek katorgára, kényszermunkatelepekre, és ott mennyire? Hát mondom, 20 év különbség van. Nem mindegy, hogy valaki 30 éves vagy 50 éves. 40 éves vagy 60 éves. 50 éves vagy 70 éves. A Szovjetunióban 80 éves embereket is kínozzák. A forradalom veteránjait, vagy még a cár ellen föllázott úgynevezett népakarat, 1880-as, 90-es években föllázott ilyen forradalmárokat, meg mit tudom én kiket, második Sándor, harmadik Sándor korában. Ilyeneket is bevicik a börtönbe. Mondtam a másik, de azt mondja, nem, azok aláírtak, mégiscsak azért. Akkor nem írtak alá, most meg igen. Szóval szörnyű, ami elhangzott. Ez olyan, mint egyik amerikai történész azt mondta nekem, hát azt mondja, nem is olyan sok ember pusztult el Ukrajnába az éhínség alatt, 3 millió ember, hát mondom, nem 3, hanem 7 vagy 8 vagy 5, de jó, 3 az is nagyon sok, mondom, egyébként egy mesterségesen elpusztított ember, az is nagyon sok. Azt mondja, de miért mesterségesen elpusztított? Mindig volt éhezés. Hát mondom, ember, volt éhezés, nem mindig olykor, de akkor az egész társadalom segítette az éhezőket. Így meg körülveszi a rendőrség, hogy a hadsereg a falvakat, és sebe, seki, és ott éhen halnak az emberek. Nem engedik ki őket. Moszkvába hullottak az legyek, Ukrajnából jött emberek az utcán. Sztálin ki akarta nyitni az ukránokat sokban. Nem, ez lehetetlen. Ez más volt, ez nem náci birodalom. Nem. Maga elfogult, maga magyar. Hát mondom, ne haragudj. Mondom, majdnem azt mondtam neki, hogy szájon vágok, de nem, sajnos úriemberként viselkedtem, elültem és nem köszöntem neki, hát ez nem egy nagy büntetés. Most visszatérve erre, hogy volt ez az albumszerű kivégzés, és utána már annyi lett a kivégzés, hogy megmaradt a név, hogy albumszerű, de már nem kellett Sztálinnak egy albumot. Kapott egy listát, de ráírták, hogy albumszerű ítéletek, akkor Sztálin megnézte, név, cím, kicsoda. A végén már egy egész listát kapott, és csak annyi volt, 474 ember. Akkor Sztálin aláírta, tovább küldte. Én nem vagyok a számháború híve, de érdekes módon nem Sztálin írta alá személyesen, tehát ő felel ezekért. Az legtöbb listát, Sztálin milliók elpusztításáért felel. De Molotov, ha jól emlékszem, ő írta alá a legtöbb listát, 44 ezer ember. Ez nem jelent az, hogy annyi ember szárad az ő lelkén, 44 ezer valahány ember, de ő írta a legtöbbet, a legkevesebb listát Mikoyan ravasz örmény, vagy valahogy nem küldtek-e, ő pár ezer embert írt alá. Sztálin rájött arra, hogy nem teljesít kellően, és elküldte őt Örményországba. És Mikoyannak ott kellett dönteni, körülbelül 1500 örmény vezető értelmiségi, főleg ide pártmunkás, és egy csomó fiatalkori barátja volt köztük, például akikkel járt egyházi szemináriumra, főpapok lettek addigra, ő el is végezte az egyházi szemináriumot, örmények egy része Tiflisbe, Tbilisibe jártak egyházi szeminárium, ez egy orosz nyelvű szeminárium volt, Mikoyan sírt, és azt mondta, hogy a véreit kell neki beáldozni, de neki választani kellett, vagy őt kivégzik, vagy ő aláírja ezeket a listákat, de ahogy a gyerekei nekem
Sztyepán és Szergó, jó barátom volt Szergó, de a Sztyepánt is ismertem, náluk is voltam kétszer otthon, de Szergóval nagyon jóban voltam Amerikában, sőt Budapesten találkoztunk. Ő annak az Anasztász Mikojának a fia, aki sokban leverte a magyar 56-os forradalmat, és sose felejtem el, hogy Király Béla és Anasztász Mikoján ültek, és angolul fia Szergó Mikoján ültek és beszélgettek, és az antikommunista, a kommunista Mikojának antikommunista Szergó fia, aki Amerikában is élt, volt Green kártyája, akkor már Amerikában élt, beszélgettek, és azt mondta, beszéld már rá, mondja nekem a Király Béla a Szergót, hogy miért fizető szállodát, ha lakhat nálam, hát nekem ott külvárosban micsoda egy házam van, hát lakjon ő nálam. Szóval meg voltam döbben, majdnem elsírtam magam, hogy ilyen is van a világon. Na mindegy, ez egy szép példája egyébként a dolgok alakulásának. Most visszatérve, Mikoján azt mondta, hogy én azért lépek, és akkor hát egy kb. 12 embert kiemelt volt, akit még a pályaudvaron is kiemelt a vonatokról, mert kivitték vidékre ezek is, ezt a 1200 embert kivégzik. A legjobb barátait, azért gyerekkori barátait kiemelte. A vezetőket, vezetőíró, vezetőszínész, vezető pártmunkás, a párt vezető belügyesek főnökeit, akiket szintén ismert fiatal korában, nem merte kivenni a listáról, mit szól Sztálin elvtárs. De ezeket kivette. De térjünk vissza a kelet-európai perekre. Kelet-európai perek, Magyarországon is lát, magyar közösség pere, Lengyelországban nagyon sok, ezek a perek már 44-45-ben elkezdődtek, de nem mind látványperek általában. Szovjetunióban az utolsó látványper egyébként 1945 eleje, amikor a lengyel úgynevezett honi hadsereg, antifasiszta hadsereg, de amely a szovjetektől is védte Lengyelországot, a lengyel polgárháborút generálta, számos vezetőit törbecsalják, polgári politikusokat is, és ezeket ütésekkel, lelki tortúrával, esetleg gyógyszerekkel rábeszélik, hogy ők valljanak. És ezek a lengyelek kettő kivételével Moszkvában egy látványperen vallanak, és még 45-ben is akadnak nyugati újságírók, a fene egye meg, akkor azt mondják, hogy ezek tényleg bűnösek. De amikor voltak a nagyperek a Szovjetunióban, Davis, amerikai nagykövet, igaz, hogy Sztálin le is fizettette őt, erről talán volt szó az egyik órán, na mindegy, akkor Davis a naplójában leírta, hogy én elhiszem ezeket. De még Arnóti Junger, magyar nagykövet is, amikor elment a perekre, és le is rajzolta a némely vádlottat, mint vendég, kaptak diplomaták ilyen belépőjegyeket, még ő is kételkedett, és azt mondta, hogy valószínűleg akik vallanak, azok nagyjából hát igazat mondanak, hiszen ott a nagy forradalom példája, a francia forradalom, hogy a forradalom felfalja a saját gyerekeit. Pedig ezek koncepciós perek voltak, de látványperek. Most Kelet-Európában nem sok látványper volt, egészen a 40-es évekig, és általában ezek polgári politikusok elleni perek voltak, mert egy csomó polgári politikus furcsa módon nem voltak fiatalok, nem voltak sportosok, nem voltak erősök, a fájdalomtűrési küszöbük alacsony volt. Ma például egy vizsgálattal kapcsolatban látja mindent el, hogy voltam kórházban, és megkérdezi tőlem, hogy hát a professzornak milyen a fájdalomtűrési küszöb. Hát mondom, nagyon alacsony, úgyhogy én készültem már az órára, mondom, egy politikai peren én azonnal biztos mindent találok. Egyébként ez se igaz így, mert például egy francia, egy algériai ellenálló, a franciák 58-ban elkezdték őt kínvallatni, ráadásul olyan morbid dolog, olyan franciák, akik részt vettek az ellenállásba, de hát ők ellenségesnek tekintették az algériaiakat. Ezt a bizonyos újságírót Henri Allègnek, van neki egy kínvallatás című szerűség, azt hiszem az a címe egy ilyen könyve, és akkor ő meg olyan alacsony, végképp alacsony a fájdalomtűrési küszöb, így összeomlott azonnal az első pofontól, nem tudtak vele mit kezdeni. Verték, kínozták, injekciózták, nem. És azt mondja ő a könyvében, egy becsületes ember azt mondja, hogy én mindent aláírtam volna. Nekem szerencsém volt, mert nem vétettem társaim ellen az illegális nyomdát, nem adtam föl. Nekem nem bírom a csiklandozást. Ha egy luttóllal elkezdik az órámat belőle piszkálni, mindent aláírtam volna azonnal. Mert ennél nagyobb szörnyűséget és fájdalmat nem tudtam soha elképzelni. Gyerekkoromban úgy apám szadista volt és úgy kínzott, hogy elkezdte ezt velem. Nem tudtam ezt feldolgozni. Na most érdekes, hogy a polgári politikusok egy része alacsony fájdalomtűrési küszöb, családdal való zsarolás, minden.
én gondolkodtam sokat, hogy miért volt az, aki olyan ügyesen és olyan klasszul becsületesen ellenálltak. Én rájöttem arra, hogy nem tudtak nekik ajánlani cserébe semmit. Azt már nem hitték el, hogy öreg, írjál mindent alá, állj ki a többiekkel, szégyelte. Más morált képviselt. Némely kommunista vádlott sajnos azért vállalta a politikai pereket, mert neki te a pártnak tartozol ezzel. Én nem részletezem ezeket. Rajknak például is másoknak melyik érik, hogy kimennek a Szovjetunióba, meg mit tudom én mi. Meg hogy ez nagyon-nagyon sokan, akik megtörtek, például köztörvényes bűnözők a Szovjetunióban, sokszor más, megint csak más moráljuk van, azért törtek meg, mert azt mondták, hogy kapsz 5 évet, valakit meggyilkoltál, de kapsz 5 évet, ha aláírod, és letudtam ezzel, mondja neki a nyomozó, hogy ez egy köztörvényes ilyen családi veszekedés, vagy mit tudom, az ő késsel neked jött először. De ha azt mondja, nem írod alá, és mások rád vallanak, akkor kivégeznek, vagy kapsz, mit tudom én, 10-15 év börtön. Neki más volt a marája, egy becsületes polgári érzelmű, de némely kommunista vezetőnek is ilyent elmondani nem lehet. Ezt én nem, pláne, hogy neki miket kell, nem az, hogy ő megölt valakit, nem az, hogy sikasztott, hanem kémkedett idegen országok számára. Hát ki az, aki bevallja szívesen, hogy ő kémkedett egy másik, egy ellenséges ország számára? Vagy irányítottam egy bűnöző csoportot, és ők megmérgezték a gabonát. És emberek meghaltak, megmérgezték a tejet, mert ilyen is volt, ilyen primitív vádok is voltak, és úgy tovább. Összesen a nagy perek történetében csak 2 olyan eset volt, akkor a Szovjetunióban, 1938-ban egy Rakovszki nevű román bolgár vezető, aki a ukrán kormány a polgárháború alatti miniszterelnöke volt, népbiztos tanácsára elnöke, fölállt egy döntő pillanatban Rakovszki, és azt mondta, hogy én azért nem egészen így volt. Na most abban a pillanatban kivitték, injekcióznak, tehát egy órán belül visszament, és azt mondta, hogy természetesen minden. De volt egy Kresztinszki nevű, volt berlini nagykövet, Trotszki híve, pártmunkás, egy nagyon-nagyon kellemetlen ember, akik őt ismerték, legnagyobb hősnek bizonyult, fölnéztek rá, míg a bolsevikokat, kommunistákat utáló szovjet állampolgárok is, fölnéztek rá, ő másfél napig tartotta magát, a legdöntőbb pillanatban mindent bevallott, készült az utolsó napra, amikor neki kérvényt kellett volna benyújtani, meg még egyszer összefoglalni, és akkor azt mondta, hogy kérem, ez mind kényszer alatt tettem, stb. Ezzel ő leleplezte ezt a bizonyos nagy pert, a Buharin féle pert. Az úgy Moszkvában dolgozó újságírók szétrajzottak és kirohantak, és a postára, a távirtára siettek, hogy leadják ezt a hírt. Mire odaértek, Visicki, a perek főügyésze már intézkedett, a belügy már aznap a főpostát lezárta, és 3 napon át nem lehetett semmit leadni cenzúra nélkül a postán. Kelet-Európában egyetlen ilyen esetet tudunk, sem a Rajk-per, sem a Szlánszki-per, sehol nem történt ilyen, hogy valaki fölállt volna. Igaz, hogy ezeket nagyon megkínozták. Hát Kádár János és Rákosi utasítására, és talán Kádár közreműködésével és Farkas Mihály közreműködésével a Rajkot úgy elverték, hogy ember legyen a talpán. Ő először nem vallott, utána meg vallott. Ezeket nagyon kínozták. De például Bulgáriában Trajcsok Osztov pontosan ugyanezt aki egyébként nagyon sok polgári embert küldött a túlvilágra, mert ő gyakorlatilag egyes számú ember volt Bulgáriában, Dimitrov, Georgi Dimitrov megérkezéseig, Sztálin később engedte el csak Dimitrovot, máig sem értem én egyáltalán, hogy ezt miért tette, mindegy. És Dimitrovnak van egy 900 oldalas, ilyen vastag könyvben kiadott naplója, oroszul írta, de bolgára fordították. Én ezt a naplót 2-szer is elolvastam, nem tudok abból rájönni semmit. Hát mindegy. De később engedték, itt Trajcsok Osztov volt az ő lényegében az egyes számú ember. Nem volt ő gonosz ember és nem volt szadista, de sok ártatlan ember aláírt, utasított, stb. Miatta halt meg. De mindegy, most ő ellene van egy per. Őt fölkészítik erre a perre. A szovjetek akarnak egy egyes számú vezetőt Bulgáriába. 3 közül kell választani. És akkor a Trajcsok Osztovra esik a választás, mert Sztálin személyesen haragudott rá, mert neki ez 49-ben tartóztatják le, 48-ban jár Moszkvába, társával Anton Jugovval, és Sztálin parancsára elkérik tőle a szovjetek, hogy milyenek lesznek a következő évben a rózsaolaj, tudják, hogy rózsaolaj, ez a Kölni, a francia Kölninek is az alapanyaga volt, a Kotinek, stb. A
Coco Chanelnek, mindennek, a rózsaolaj és a dohány árunak mi lesz a világpiaci ára, mármint ha Bulgária milyen mennyiségbe dob. A szovjetek olcsót fel akarták vásárolni, és drágán eladni nyugatra, ez volt Sztálin terve. Trajcsokosztól azt mondja, hogy hát én nem mondok senkinek semmit, majd ha odaérünk, meg minden, elkezdett oberkodni. Sztálin akkor behívatta őt egyedül, de két pártmunkás is, az egyikkel beszélgettem, egy tolmács, meg a másik, a bolgár referens ott volt az előszobában, kijött Trajcsokosztól szemüveg nélkül. Neki ekkora dioptriás szemüvege volt, alig látott. Sztálin a beszélgetés során nem vette meg, nem ütötte meg, hanem letépte a szemüveget és rálépett arra a szemüveget. Így fogsz járni, te disznó, ha nem mondod meg az árakat. Pusztulj innen, nem is, bocsánatot kért Sztálin, így kiment. Sztálin, amikor három közül kellett választani, akkor ez szerintem, erre nincs bizonyíték, de szerintem ez közrejátszott. Trajcsokosztól az utolsó napig nem vallott semmit, úgy, hogy én ártatlan vagyok, mindent beismert. És utána Trajcsokosztól a peren fölállt, és vallomást tett, hogy ez mind nem igaz, amit én mondtam. Sem Tito ügynöke nem vagyok, sem nyugati ügynök, sem a bolgár titkos rendőrséggel nem működtem egyet. Nem igaz, most óriási botrány, megint csak a külföldi tudósítók. Bulgária fővárosa, Szófia, akkor mindegy ostromlott város. Minden kapuajban, a város közepén szovjet járőrök vannak. Nem lehet tudni, hogy hány kivégzés lesz, és így tovább. Trajcsokosztól ezt elmondta. Elmennek a cellájába, kényszerítik őt, és akkor nem megy, nem megy, nem megy. És utána pedig az utolsó nap kivégzés előtt, amikor neki lehetne még fellebezni, akkor megint a párt első embere, Valko Cservenkov lemegy hozzá, két-három emberrel, kivétel nélkül Trajcsokosztov illegális társai, barátai, sőt egy távoli rokona, négyen vannak benne nála, és akkor én szerintem, ha ő addig tartotta magát, miért, ha csak nem injekciózták meg, de megjelenik az ő írására nagyon hasonlító írással, de hát egy jó grafológus segítségével egy írás szakértő tud hamisítani simán, megjelenik egy levél, hogy én valahogy így, hogy gyenge jellemű értelmiségi lévén megtagadtam a vallomásomat, és szégyellem ezt, és hogy kérem, mentsenek engem föl, és ne végezzenek ki, és én jóvá teszem bűneimet. Mondani sem kell, hogy kivégezték. A perek egybefügtek. Az első per az Albániában volt, az egy kimondottan, ha már ilyen kommunista ellenes pereket, az kimondottan jugoszláv ellenes per volt. Magyarországon a Rajk per alatt Rákosi annyira megijedt szerintem a Sztálinéktól, és szerintem be is golyózott egy kicsit, és megitt a sót a vértől a Rákosi, hogy ő elkezdte a többi kelet-európai ország vezetőit, sőt a nyugati kommunista párt vezetőket vegzálni, listákat küldött szét, a Rajkpert nyomán és a Rajkpert alatt letartóztatott magyar áldozatok nyomán, például az említett Szász Béla, meg mások nyomán, elkezdett csinálni és szétküldeni listát, hogy a szomszéd országokban, mondjuk Romániában, Csehszlovákiában, Lengyelországban kik a bűnösök. Ezzel Rákosi nagyon ártott a helyi vezetőknek. Nekik reagálni kellett. Nem mintha azok jobbak lettek volna nála, de Rákosi megpróbálta átvenni a Szovjetunió szatellit országában az igazságosztó szerepet. És az alábbi levelet küldte Moszkvába Rákosi Sztálinnak. Nálunk két héten belül elkezdődik a tárgyalás a Rajk per vádlottjainak első csoportja ellen. Nem is küldte a levelet, hogy behívta a szovjet tanácsadót, és gyakorlatilag lediktálta neki ezt. Ez azonnal elküldte Sztálinnak. Ismétlem, nálunk két héten belül elkezdődik a tárgyalás a Rajk per vádlottjainak első csoportja ellen. A vádiratot egy héten belül nyilvánosságra hozzuk. Ezzel összefüggésben nehézségeink vannak. Ha ebbe a csoportba belevesszük azokat a kémeket, akiket Angliából küldtek Magyarországra, akkor a tárgyalás során több tucat csehszlovák név is elhangzik majd, amelyeket ön is ismer. Ezek a személyek kivétel nélkül szabad lábon vannak, mármint Csehszlovákiában. A tárgyalásnak ez a része teljesen váratlanul érni a csehszlovák közvéleményt.
feltehető, hogy a megnevezett személyek köre ebben az esetben élesen tiltakozna a tárgyaláson szóba kerülő dolgok ellen, és így módon közös frontba tömörülnének a titóisták. Rákosi elküldte a saját testvérét, Bíró Ferencet Prágába, és az elvitte Gottwaldnak, az ottani párt vezetőnek a listát, Bíró Zoltán, és akkor ez a Bíró Zoltán átadja egy borítékban a listát, és ott a csehszlovák kormány kommunista belügyminisztere, kommunista külügyminisztere Klementis és mások, akik csak Londonban éltek, mert nagyon sok kommunista nem Moszkvában élt, hanem Londonban. De az összes moszkvai kommunista vezetők is majdnem, akiket jól ismert Rákosi, egy szállodában lakott velük, ha meg nem egy szállodában lakott, olykor például, de ismerte őket, találkozott velük, majdnem az összest, ezeket is sorra elküldi, hogy ezek ilyen kémek, olyan kémek, mert Rajk meg a többiek vallottuk ellenük. Pánik keletkezik Prágába, és hát ott vannak, dönteni kell, beszáll az egészbe, vagy nem. Hát mondani sem kell, először nem örül ennek a beszáll. György Dés sem nagyon örült, amikor Rákosi küldött neki egy listát, nemrég meghalt az az ember, aki ezt elvitte neki, küldött neki listát, ráadásul nem is egy magyar, hanem egy szovjet tanácsadóval. Ez átadja neki a borítékot, bizalmi írás, Rákosi azt írja, kedves Dézsavtárs. Az ön pártjába XYZ, a Rajkpárból kirőlt titóista ügynök, amerikai ügynök, angol ügynök, ki tudja milyen ügynök, és önöknek már jeleztem ezt, önnek is jeleztem személyesen, amikor találkoztunk Moszkvában, máskor, és ön bizony fittyet hány az egészre. Sztálin a végén már olyan jelentést is kapott Budapestről, hogy Rákosi be van vadulva. Azon kívül, hogy szellemileg nem a legfrissebb, elfelejt dolgokat, egy olyan páncél szekrénynek beleillő ajtót fabrikált, aminek csak két kulcsa van, és mi lesz, ha nem adja oda a titkárnőnek az egyik kulcsot, vagy a őrségparancsnoknak csak egy marad, ő meg becsapja ezt az ajtót, és itt tovább nem lehet oda bejutni. Állandóan kotorász a páncél szekrényében, neki több is van, képekkel, gyönyörű magyar ilyen ősi vagy régi képekkel van lefedve ez, és hát Rákosi állandóan pisztolyt hord magánál, egy másik pisztoly ott van az ő fiókjába, de a politikai bizottság tanácskozásán azt mondta Rákosi, hogy motozást nem csinálunk, de a pisztolyokat azért ezen túlelvtársak adják le, ha valaki be akar jönni az én szobámba. Sztálin amúgy se szerette Rákosit, de fittyet hányt az egészre, Sztálinnak jó volt Rákosi. 1951 eleje a Szovjetunió olyan szörnyű követelésekkel jött elő itt Kelet-Európába, hogy létesítsenek vegyes vállalatokat, minél többet. Ezekkel a vegyes vállalatokkal kiszipolyozták ezeket az országokat, többek között Magyarországot, de ennél sokkal rosszabb volt, hogy felemeltette a katonai költségvetés Sztálin mindenhol, és egy csomó ország, mert nem csak nyomorban lévő országok voltak, hanem agrárország voltak, vagy pedig jó iparral rendelkező ország, Csehszlovákiában a könnyű ipar és a nehéz ipar nem ment tönkre a háború alatt, alig bombázták Csehszlovákiát, és bizony győztes ország volt Csehszlovákia, magyar agrárium nagyon jó volt a 45 után, egy idő után, nagyon szépen fejlődött a magyar agrárium, itt nem volt már a végén 49 körül áruhiány, a forint erős volt, és mind rázuhant az, hogy a katonai kiadásokat, egy csomó gyárat át kell alakítani, Dunai vasművet kell építeni, metrót kell építeni. A metró alatt most találtam egy nagyon sok levéltári forrást, el ezeket majd hamarosan közlöm ezeket a forrásokat, micsoda levelezés van Rákosi és a szovjet vezetés között, a szovjet vezetés állandóan vizsgálja, miért nem épült a magyar metró. Egyik szovjet vezető sem megy ide Budapestre meggyőződni, hát küldenek embereket, de Béria, meg Molotov volt az elnöke ennek bizottságnak, állandóan vegzálják Rákosit és vizsgálják, hogy miért nem épül jól a magyar metró 50-ben, 52-ben, 53-ban. Ezt a metrót egyébként eredetileg úgy építették, hogy a magyar hidak nem elég jók, egy magyar hídon át nem lehet egy vasutat átvezetni, hogy kitör a harmadik világháború, vagy háborús helyzet van, és két nagy alagutat, most már csak egy működ, nem most már, csak egy működ, tudják, a Batthyány tér és a Kossuth tér között van egy ilyen hát alagút, ahol átmennek a se. Ott eredetileg egy vasúti, tehát a déli pályaudvarra befutó,
vasúti szerelvényeket is át lehetett volna engedni, és még egyet akartak. És minden kormányépületre, például a parlamentre is be akartak egy kis metróvonalat vezetni. Ilyen veszekedések voltak itt állandóan, hatalmas pénzt kellett kiadni Magyarországnak, Csehszlovákiában, Bulgáriában. Nem véletlen mondta Vaszil Kolárov, a bolgár kormányfeje Rákosinak, örüljön, hogy Trianon miatt nincs Magyarországnak kiállata a tengerhez. Mi lett volna, ha egy cirkáló kellett volna neked öreg építeni, mint nekem kell most Bulgáriába, meg a román kollégának Tésnek. Sztálin a végén még flottát is akart velük építetni. Ez mind a lakosság kiszipolyozására irányul. A politikai perek a hatalmi küzdelem részei voltak. Lengyelországban a politikai perek azért inkább zártak voltak. Ott Bérut, a párt vezetője megszabadult Sztálin segítségével Gomulkától és egy csomó más olyan illegális pártmunkástól, akik nagyrészt odahaza tevékenykedtek, ott a Moszkvából jött vezetők szemben álltak a helyi vezetőkkel. Az odahaza tevékenykedő vezetők, ez nem egy John Wayne film, ahol vannak jók és rosszak, épp olyan az emberek voltak, ha Gomulkánál tartunk, ő az úgynevezett Lengyelországhoz visszakerült, vagyis odacsatolt, új területek minisztere volt. Ezek németek lakta területek, később Boroszlónak hívták Wroclaw, de ez Breslau volt, és itt tovább, meg hogy Kelet-Boroszország, és a német lakosságot ki kell üldözni, ki kell írtani, stb. Stb. Ott még a kommunista párt benne volt zsidó pogromok szervezésébe is, hogy minél több zsidó lakos elmenjen Lengyelországba, mert ezek már ilyen kereskedő réteg, stb. Vissza egyáltalán a kipusztított lengyel zsidóság maradványai, főleg a Szovjetunióból jöttek, közben 140 ezer ember volt, ott aztán már 956-ra nagyon kevés zsidó maradt. Nem véletlenül van egy ilyen nagyon vastag, érdekes könyv, az a címe, hogy antiszemitizmus zsidók nélkül, a Gomulka féle korszak antiszemitizmusáról Lengyelországban. Na most nagyon érdekes volt, hogy ott a kirakat perek minimálisak voltak, mert Gomulka például sokáig, mint ellenség, mint a nép ellensége házi őrizetben volt. Ott kevés kirakat per volt, alig volt. De Sztálin annyira nem bízott a lengyel vezetésben, hogy a nyakukra küldött, és ez nem egy sikeres akció volt, a nyakukra küldött egy eloroszosodott szemét, aki a szovjet hadsereg, én azt mondanám, legnagyobb stratégiája volt a lengyel, a második világháború. Ki volt ez? Rokoszovszki. Ő egyszerre volt két marssal, lengyel marssal és szovjet marssal. És ő nagyon nem szívesen ment. Ő, amikor a testvérével találkozott Varsóba, az valahogy a varsói felkelést átélte a testvére, megélte, életben volt. Van egy belügyi jelentés a szovjet levéltárban, publikálatlan, egy marha érdekes levél. Az a kis tolmácsnő, kénytelen volt leírni, hogy miről beszélt Rokoszovszki a testvérével. Ő oroszul beszélt, a nő lengyelül. A nő egy értelmiségi nő, tanárnő, jól értette az orosz nyelvet, jól lehet, soha nem tanult oroszul. A két nyelv nem olyan közel egyébként, ha beszél lengyelül valaki, de a Rokoszovszki azt mondta, hogy nem lehet, hogy a hőtalú tolmácsoljon nekünk. Tehát ő neki, amikor oda költözött valamikor 40-es évek végén, akkor neki szabályosan órák járt hozzá tanár hetente háromszor, és a lengyel hadsereg élén akkor egy csomó eloroszosodott, vagy lengyelül jól tudott, de akkor is szovjet tiszt, aki vele visszajött voltak, ezek egymás között mindig lengyelül, nem lengyel, hanem oroszul beszélgettek, orosz feleségek voltak általában, Rokoszovszkinak is, és hát X esetben nagy botrányok voltak, amikor kaptak lengyel nagy kitüntetések, ezek azért keresztek, mert a régi tanulmányok ilyen szép keresztek, kitüntetések, mondjuk egy ezredes vagy egy tábornok ott áll, egymás után mondja azt, hogy átadom neked, mondta Bérut, ezt a nagy kitüntetést, szolgált hazádat Lengyelországba és a kommunista pártot, azt mondja az illető, mit mond erre? A Szovjetuniót szolgálom. És nem automatikusan mondja, erre készült az illető tábornok. Ő hiába lengyel tábornok, ő még mindig a szovjet, ezt a társaságot 56-ban nagyon nép nyomására Rokoszovszkijel együtt kipenderítették, és nagyon érdekes, hogy amikor Sztálinnál volt Rokoszovszki, akkor az adjutánsa később rendszerváltás utáni emlékiratai szerint azt mondta Sztálinnak, hogy Sztálin elvtárs, én már nem megyek oda-vissza, nekem ott nem lesz jó dolgom.
Azt mondta Sztálin, te leszel az egyes számod, de ez hogyan ott van? Ilyen csoport, olyan csoport, lengyel csoport, moszkvai csoport, küzdenek egymással, meg általában, meg nekem nincsenek gyökereim már. Én az első világháború óta 15 éves gyerek voltam, amikor már Oroszországban vetült. Én nem is tudok jól lengyelül. Én nem olvasom a lengyel irodalmat, majd fogsz, azt mondja Sztálin. Értsd meg, lehet, hogy te jobban jársz, ha itt maradsz, de mi, szovjet emberek, nem járunk jól. Lengyelországot nélküled nem tudjuk gatyában rázni és kordában tartani. Csehszlovákiában voltak koncepciós perek, eredetileg nem olyan súlyosak, de az úgynevezett polgári politikusok Beneš hívei ellen rengetegen kerültek börtönbe, Szlovákiában még inkább rengeteget kerültek börtönbe, nagyon sok magyar is. A szudéták, német lakosság töredéke, akik ott maradt, hát mindegyikre ráfogták, hogy fasiszta, holott kik maradtak ott, kommunisták, szociáldemokraták, polgári érzelmű politikusok, Beneš hívei, Beneš már megtagadta a szudéta németeket Londonba, akik oda emigráltak. Egyszerre csak megszakította velük a kapcsolatot. Azt a kevés embert, akik össze, lengyel, Csehszlovákiában maradnak, rengeteg magyar is került börtönbe. Bulgáriában Kosztov per mellett van más kirakat perek, az előző kormányfőket, a vezérkari főnököket, a cár családjának a rokonait, ezeket mind sikerült. A protestáns egyház, a katolikus egyház, ezek pici, ebben a nagy ortodox országban, vagy nagy, kis inkább, szintén magyar Trianonhoz hasonlóan, ők is megkapták a maguk Párizs környéki békét, mindegy, ez egy nagyobb ország volt területileg, mint történelmi Magyarországhoz majdnem hasonló, nem? És mindegy, de ott egy nagy ortodox vallási közösség van, sokakat letartóztattak onnan is, de főleg a kisebb egyházak, a protestáns vagy a típusú, vagy a katolikus egyházat is, mint etnikumot elkezdték ott a törököket üldözni. Koncepciós perek voltak Magyarországon, nem csak a rajkper, voltak katonaperek is mindenhol, általában ezek a régi hadseregek tábornokai, de Magyarországon például volt a Sólyomper, ahol a Horthy-féle Pont Ludovikáról máshonnan jött régi úgynevezett hortista tiszteket, akik kommunisták lettek, ellenállók lettek, vagy pedig tehát a magyar, hát a későbbi kommunista korszakba is involválódtak bőven. Hát ezek gyanúsak voltak Rákosinak, amikor egy Bojko nevű szovjet tábornok lett a magyar hadsereg egyes számú tanácsadója, Rákosi 49-ben fogadja, és kérdezi tőle Bojko, na és milyen a Sólyom László vezérkari főnök milyen? Azt mondja, hogy ez egy francia kém, mondja Rákosi. Farkas Mihály is ezt mondta neki előző nap, azért fordult Rákosihoz. Meg volt döbbenve a szovjet tanácsadója, egyébként később Sólyom barátja lett egy ideig, nagyon jó véleménye volt róla. És erre Nógrádi Sándor, a magyar hadsereg politikai csoportfőnöke tiltakozott, legalábbis emlékiratai szerint is. Utána, amikor Bojko kiment a tolmáccsal, akkor azt mondta Rákosnak, hogy te miért tegeződtek régi mozgalmi ember felvidékről Romániába. Kellermann néven a román kommunista párt nagyon neves embere volt, és azt mondja, hogy Nógrádi, hát partizán vezér is volt, ő is bőven benne volt a perekben, mindegy, mint konstruáló, de azért fel volt háborodva, azt mondja, hát micsoda helyzetbe kerülünk mi, hogy már évek óta nálunk egy ilyen katonai vezető, a Sólyom az francia kém, de nem is francia kém. Én ezt tudom, mondja Rákosi. Aki nyugaton volt, vagy aki itt a Horthy rendszerben kiemelkedő volt, bármilyen módon, ezek mind kémek, te neked a hadseregben inkább pucoltatást kell csinálni. Egyszer voltam Moszkvában a rendszerváltás után egy tudományos konferencián. Van még 5 percem? Későn kezdtük? Jó, még van 10 percem, vagy 5. Nem? Van? Hát mit szólnak a fiatal barátaim? Hova fognak kívánni? Na mindegy. És erre felszólalott egy orosz egészen 56-tal kapcsolatban jól tájékozott történész. És azt mondta, hogy Király Béla, Horthy hadsereg tábornoka 1956-ban nem bántotta, a nemzetőrség parancsnoka lett, Nagy Imre aláírta ezt. Nem akartam őt égetni a többiek előtt, egy kollégát mondjuk az ember hülyét nem csinál belőle, oda megyek hozzá a szünetbe. Mondom, ön sokat kutatott 56-tal kapcsolatban, ismeri az angol száz szakirodalmat, és jól tud angolul, uram. Nézett, behozta a nyakát, nem örült. Mondom, a magyarul jól tud, kárpátaljai.
Hát mondom, gondolom a Király Béla könyvét, hát nem olvastam, ezt inkább hallomásból, de hát Király Béla tábornok, minden szovjet könyvben ez van leírva eddig, hát meg tábornok volt. Hát mondom, nem a Horthy hadsereg, a Rákosi féle hadsereg tábornoka lett, az 50-es díszszemlét ő vezényelte le Farkas Mihállyal együtt. Ő, amikor megadta magát a szovjet hadseregnek és átállt, ő mondom, akkor még fejből úgy nem emlék, vagy százados volt, vagy őrnagy volt. Dehogy volt ő holtista tábornok. Nem volt ő holtista tábornok. Hát én még így csodálkozni, majdnem lejött a földre, még így nem láttam csodálkozni. Tehát nem tudták elképzelni azt, hogy itt 45 után, nem mondom, hogy az előző Horthy féle tábornoki kar már úgy kiesett. Az ideiglenes kormányban még voltak Horthy tábornok miniszterek. A Dálnoki Miklós Béla is az volt, a kormányfő, és hát még volt két miniszter, a Vörös meg a Faragó, és így tovább. Akkor még egy pár tábornok, meg ezredes még bekerült az akkori, hát Németországgal papíron legalábbis szembeforduló harcokban, nem igen vettek részt, de nem a saját hibájukból, a hadseregbe. Később már a Ludovikán végzett párfi, Sólyom, Porfi, mások meg mások, ilyen századosok, hadnagyok, stb. Egész őrnagyig bezárulom. Általában a nagyon feldúszott magyar hadseregbe, Palavicsini, aki kiszabadított, ő Pálinkás néven futott, kiszabadította Mindszenti tovább, hát ő se izé munkás származású tábornok lett. Rákosi csak 51-ben dicsekedett el, meg Farkas Mihály a szovjeteknek, hogy micsoda nagy dolog, hogy egy munkás a vezérkari főnök, munkás a miniszter, munkás a, mit tudom én, a tüzérség parancsnok, a légierő parancsnok, hát elég nagy szégyen, hogy egy kalauzból lett bata volt, és itt tovább a hadsereg élén, vagy Janza, tábornok, meg mások, meg tényleg sok volt a vasmunkás köztük, gyors talpaló, nem is igen jártak ezek gimnáziumba se, nem az, hogy Ludovikára vagy valahová, de ez későbbi dolog, de a 40-es években itt voltak. Na most, amikor őket kipucolják, és elkezdik őket megzárni, meg bíróság elé állítani, és kiderült egy nagyon érdekes dolog, hogy például a Pálfi tábornokot, aki az összes Horthy hadsereg sűrűjéből jött, de ők kiléptek Sólyommal, mert nem működtek együtt a végén már, stb. Ők már nem voltak katonák, mert civil foglalkozásuk volt a háború alatt, de mindegy. Akkor a Pálfinál, amikor volt házkutatás a Rajkperrel párhuzamosan, akkor kiderült, hogy Pálfit az iratok alapján őrizte ezeket otthon. A szovjetek 45-ben decemberben Debrecenben beszervezték, kapott egy álnévet, volt neki egy külön rádióadója, és volt neki Budapesten a katonai attasé személyében egy összekötő tisztje. És amikor Rákosi ezt bepanaszolt a Sztálinnal, Sztálin formálisan legalábbis hozott egy olyan döntést, hogy nem szabad magas rangú embereket beszervezni, sem a hadseregbe, sem a politikai elit körében, sem Magyarországon, sem Litvániában, sem, bocsánat, sem Magyarországon, sem Romániában, sem mit tudom én, Bulgáriában, sem máshol. Egyetlen egy országot nem említett meg, Kelet-Németországot, mert ott aztán még a külön politikai rendőrség és a külön hadsereg későbbi formában akkor még nem is létezett, ott bárkit be lehetett szervezni. Egyébként Sztálinnak az volt, nem az volt a koncepció, hogy micsoda disznóság, az volt a koncepció, így is eljönnek, így is mindent elmondanak, de ne vegzáljuk őket, nehogy az legyen, hogy egy fiatal szovjet hadnagy a követségen, aki álcázban dolgozik, belügyes, bejár mondjuk egy magyar, vagy egy román, vagy egy bolgár, vagy egy csehszlovák miniszterhez az irodájba, és aki aláírt valamit valamikor, vagy hogyan, és elkezdi őt vegzálni, no tessék már elmondani, mi van, meg hogy van. Egyszerűen meg kell keresni, azt mondja, hogy nagyon fontos lenne, elvtárs, mondja el, kérem, hogy be kell vinni ebédelni a követségre, ilyen, és utána készültek jegyzőkönyvek. Ilyen jegyzőkönyvek nagyon nehezen kutathatóak még Moszkvában, mert bizony ezek a dolgok még alig kutathatóak. Egy jó párat láttam, akik különböző hát könyvekben azért így ott megjelentek. Elképesztően érdekes dolog. Már 46-ban először volt egy ilyen döntés, hogy nem szabad beszervezni magasrangú embereket ezekben a szatellit államokban, a pártaparátusból, vagy akár polgári minisztereket sem, de senki nem tartotta be, és pont a Pálfi ügy kiugrasztotta az egészet. Lassan már vége, de még egy utolsó összefoglaló mondat. A szovjet tanácsadók szerepe a perekben. A jelentőségük óriási volt. Volt egy egységes sillabusz számukra,
mit szabad és mit nem szabad. Volt egyetlen egy, vagy két dolog, amit egyik se tudott, akik tanácsadók voltak a Rajk perbe, a Kosztov perbe, a Szlánszki perbe, a Zárk Gomulka perbe, a lengyel tábornoki perbe, és így tovább, szovjet tanácsadók. Nekik nem volt szabad személyesen kínvallatásban részt venni, és nekik nem volt szabad kihallgatni ezeket az embereket. Hát az utóbbit végképp nem tartották be, mert gyakorlatilag párban dolgoztak. Ahogyan később 56 után például a Nagy Imre per alatt is, Nagy Imre esetében, meg más esetekben is sokszor párban. Egy szovjet, egy magyar, mondjuk. Vagy a Szlánszki perben a szovjet tanácsadók végig ott voltak a háttérben, és a szovjet tanácsadók ki volt a döntő szó. Nagyon sokszor egy viszonylag alacsony beosztású szovjet belügyes, vagy egy szovjet katonai hírszerző tanácsadó, hát nagyobb súlya volt neki, mint mondjuk a csehszlovák, vagy a lengyel, vagy a bolgár belügyminiszternek. A bolgár pártvezetés azt mondta, hogy a Kosztov perben a második, a harmadik és a negyedik vádlott ne ilyen sorrendben legyen, meg esetleg nem ezek az emberek legyenek, akkor a fő szovjet tanácsadó azonnal befújta őket Moszkvába, a maga Abakumov állambiztonsági miniszter nem mert dönteni, föl akart menni Sztálinnak, felhívta a titkárát, Paszkorobisovot, bekapcsolta Sztálinhoz, kért engedélyt, alázatosan. Sztálin azt mondta, hogy nagy fiú már vagy, öreg, tessék már intézkedni. No, de hát a bolgár pártvezetői ezt akarják. Hát, ők tapasztalatlanak, mondta Sztálin. Tessék intézkedni. És akkor Abakumov az egyik verzió szerint lement személyesen Szofiába, a másik csak a helyettesét küldte le. És pontosan úgy lett, ahogy a szovjet tanácsadók akarták. Én azt hiszem, hogy a mai beszélgetésünk tanulságos volt. A pereket nem szabad misztifikálni, nem szabad démonizálni. A náci rendszer és a sztálini rendszer egyaránt szörnyű, véres rendszer volt, nem a politikai perek jelentették még a legszörnyűbb dolgokat. Furcsa, amit mondok. Ezek szörnyű dolgok voltak, hogy kínoztak embereket, szembeállítják egymást. Volt, aki félőrületben azt írta, hogy a feleségem bűnös, mert ő volt a döntő tanú a férje ellen 37-ben az egyik peren. Petakov nevű régi bolsevik pártok, nagyon tehetséges gazdasági ember, egy ideig a szovjet tervbizottság elnöke. Azt mondta, hogy feleségem jelentett meg, feleségem a nép ellensége, ez a per első, nem a kirakat per alatt, hanem a vizsgálati rész elején. Azt mondta, hogy én ártatlan vagyok, de amennyiben a feleségem tényleg kémnő, hajlandó vagyok lelőni őt, ha halálra ítélik. Most ilyet leírni, ilyet elmondani, hát vagy félőrült volt, vagy már nem tudom, így menekült. Aztán a végén persze a feleséget kivégzik, jóval később, de őt meg kivégzik, igen. Mint a szovjet perek alatt volt egy érdekes dolog, amit majdnem az összes szocialista ország átvett, kivéve Magyarország, nem Védemint, sem Rákosit, sem Kádár, sem másokat. A szovjeteknél, ha valaki a kirakat per alatt mondjuk csak 10 évet kap, vagy 20 évet kap, akkor is elpusztul egy-két éven belül, mert egyszerűen vagy belügyesek beültöznek rabtársaknak, vagy a köztörvényes bűnözőket fölbérelik, és ezek megölik őket a cellában. Az egyik ilyen gyilkos, később a leningrádi pártszervezet több ilyen gyilkosságot hajtott végre. A Lenin pártszervezet, a leningrádi állambiztonsági szervezet főnöke lett, és 49-ben őt is letartóztatják, és őt is kivégzik. És amikor a rendszerváltáskor volt egy ilyen rehabilitálási hullám a Szovjetunióban, vagy tehát még sokkal korábban is, bocsánat, őt nem rehabilitálják, mert annyi gyilkosság van korábban, hiába őt is halálra ítéli, de korábban a 30-as évek végén ő annyi embert ölt meg személyesen, hogy őt nem rehabilitálták. Egy csomó hamis vád alól Jezsov, NKVD főnök, Béria, NKVD főnök, Marshall, Abakumov, állambiztonsági miniszter, mondjuk, hogy angolként volt Béria, ez alól őt rehabilitálják, mert nem volt az. De az, hogy utolsó gyilkos volt, őt teljesen nem rehabilitálták. Ez is egy érdekes fejlemény. Tehát nagyon sokakkal így végeztek. Mi volt még egy utolsó hasonlóság a szovjet tanácsadók szerepe? Mindenhol döntő volt, de ahogy múltak az évek, a helyi pártitkárok is erősödtek, és például a Rákosi szovjet diplomatákat és szovjet belügyi tanácsadókat volt, hogy
kérte, hogy távolítsák el és küldjenek újakat. Miért volt az fontos? Még egyszer azt mondom, ezek szörnyű dolgok voltak, de nem ezek voltak a szörnyek. Ahogy a náci rendszer nem csak nagyon véres volt, de szörnyű volt mind rendszer. A sztálini típusú szovjet rendszer, amelyiknek nyilvánai sajnos ide átjöttek, mind rendszer, bűnös rendszerek voltak. Kérem, nem mindenki ért ezzel velem egyet, de kérem, legjobb tudásom és lelkiismeret fordulás nélkül mondom ezt, hogy ez így volt. Ezek bűnös rendszerek voltak. Köszönöm szépen!